Sziasztok, Orsi vagyok. Hogyha azt kérdeznék tőlem, hogy melyik az egyik kedvenc és gyors sütim, akkor biztos, hogy közte lenne a morzsa süti. Egyrészt, mert tényleg nagyon gyorsan elkészíthető, másrészt pedig, hogy nagyon finom és variálható is ezerféleképpen. Úgyhogy most egy zabos morzsa sütit fogok mutatni. Hát mutatom is, hogy kell készíteni, mert abszolút nem egy ördöngösség. Fehér lisztet összemorzsolom a fajjal, rakok hozzá egy csipet sót, és így az új végeimmel szépen összemorzsolom. Azért morzsa süti, ugye? Mert ezt majd rá fogjuk szépen csak szórni, és úgy fogjuk megpirítani, vagyis megsütni. Aztán, amikor ez így nagyjából összeállt, akkor jöhet hozzá a zabfehely, meg cukor, és akkor ezt így még összedolgozzuk. Ez egy röpke 3 perces folyamat volt. A gyümölccsel annyi dolgunk van, hogy miután megmostuk, és kimagoztuk, szépen belepakolom. Elég édes a sárga barack, úgyhogy adok neki egy pici citromlét. És akkor fűszer növény pedig fogom, szépen lehúzom az ágáról. Nem kell belőle sok, mert ugye nagyon erős az aromája, úgyhogy szépen átveszi. Ez így done. Akkor fogom, és ráhalmozok a morzsából. Akkor lesz jó, amikor szép aranybarna a morzsának a teteje, és lehet látni az oldalán, hogy bugyog ki a jó kis forró gyümölcslé. No, erre aztán senki nem mondhatja, hogy hosszú ideig tart összetenni. Hát csak meg kell sütni, megvárni, hogy kihűljön, és lehet is befelé tolni. Egy kis vaníliafagyival például. Készen van. Az előbb még bugyogott az oldalán a cucc, amit mondtam, most már nem. Csodálatos illata van, szóval kiszedek egy adagot, megnézni, hogy milyen. Jaj, annyira jó. És olyan szép. Hát nem, de. És most meg is kosztolom, még melegen, melegen, forron. Hát annyira jó, és olyan egyszerű, és annyival jó, mint hogyha valahol vesztek ilyen bolti sütit. Gyorsan kész van. Nagyon jó. Úgyhogy azt mondom, mint általában szoktam, szerintem próbáljátok ki. Sziasztok!